Na szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb Oxford United Road to Glory karriermód részben. Már nagyon hiányoltátok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor folytassuk a dolgokat. És itt láthatjátok, hogy a mai részben eléggé kemény meccseink lesznek. Kettő darab meccs a kupában, a Swansea ellen, ugye ez az elődöntő, illetve egy bajnoki a Wimbledon gárdája ellen. Remélhetőleg kettőt legalább meg tudunk nyerni, és tovább tudunk majd jutni a kupából. Ez pár percen belül ki fog derülni. Eléggé kemény lesz a mai rész, és ugye még eléggé sok mérkőzésünk vissza van a szezonban. Félúton járunk nagyjából, úgyhogy lesz még itt jó sok rész, és nem hagytam abba, csak volt egy kis kihagyás, ugyanis eléggé időhiányban szenvedtem. Most viszont van időm, úgyhogy felvesszük a következő részt. Kezdjünk is bele, és verjük meg a Swansea-t. És itt is vagyunk a Liberty Stadiumban. Swansea City, Oxford United. Ligakupa elődöntő mérkőzés, első forduló. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de ki tudtuk már ütni a Tottenham gárdáját is a kupából. Úgyhogy remélhetőleg nem fog nehézséget jelenteni megverni a Swansea-t. Ugye ez az idegenbeli mérkőzés, úgyhogy talán ez az egyik legfontosabb, nem ártana gólt szerezni, és akkor úgymond viszonylag nagy előnnyel is várhatnánk a visszavágót hazai pályán. Az nagyon jó. Lundström, Fabianski. Jó, kezdünk. Ajaj, Paloszki. Lökjük el, jó. Nagyon szép. Szabadrugás. Ezek szerint akkor nem volt túl szabályos a szerelés. Mindegy, túl fogjuk élni. Remélhetőleg. Betafedi Gomis. Ellövi. Passzolja. És királygatya. Gyönyörű. Nagyon szép volt, király. Nagyon jó. Ott az üres ember, Madeira. Lövőcsel, Madeira. Madeira, Fabianski! De szépen kiszedte. Ajaj. Nincs les, Maguire. Egy az egy. Egy az egybe, Maguire. Egy az egybe, úgy van! Nagyon szép, 1-0. Idegenben lőtt gól. Nem mondom, hogy kettőt ér, de kettőt ér. Gyönyörű. Nézzük még egyszer. Ha nem fogta senki. Rufi full üresen tudott passzolni, és hát a befejezés az meg általában beszokott menni. Nagy hiba. Nagyon nagy hiba. Király Gabi. És kihagyta Emnes. Júj, de szép volt, testvérem. Köszönöm. Nem tudom, mit csináltunk, megzavartuk Gabikával, vagy csak alapból béna, de kihagyta, és ennek mi örülünk nagyon, ugyanis megmaradt az előnyünk. És itt a vége a mérkőzésnek, 1-0-ra tudtunk idegenben diadalmaskodni. Izzasztó mérkőzés volt, de nyertünk, és teljesítettük ezzel az egyik fő célunkat a mai részre, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Hazai pályán már csak meg kell tudni tartani az előnyünket, és igazából tovább is juthatunk. Na nézzük, hogy mik vannak nekünk itt. Tom Carroll egyszer. Final report. Nem rossz az ember. Ja igen, 71-es is hozzánk fog szerződni. Ha lejár a szerződése. Ez jó. Sawyers is ugyanígy van. 68-as. Ő is jó. Luke Hayem, ő nem fog hozzánk szerződni. Illetve Pereira elfogadta az ajánlatunkat. Úgyhogy ő csatlakozik szerény kis csapatunkhoz, és még rohadt sok pénzünk maradt. Nem tudom, hogy elköltsük-e. Viszont ennek rohadtul örülök, hogy egy ilyen játékos sikerült leakasztanunk. Mert azért valljuk be, eléggé gyenge volt ott a középpálya közepe, legalábbis én úgy gondolom.
Közben Boyer visszatérhet. Nagyon jó. Király. Hát egy kicsit fáradt a csapatunk meg minden, de túl fogják élni szerintem a srácok. Nézzük tovább itt a dolgokat. Következő meccsünk az AFC Wimbledon ellen lesz, és Adriel George pedig megy a Newportba kölcsönbe. Ez nem rossz nekünk. Oké. Na nézzük. Mindenféleképpen B csapattal kéne játszani. Ahogy láthatjátok, negyedik pozíciót foglaljuk el, ők pedig a hetedikek. Úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk, viszont jó lenne nyerni. Pereira itt nem fog játszani, hanem Ruffles. És kint a szélen pedig McDonald. Így lesz jó. Oké. Akkor én azt mondom, hogy vágjunk bele a Wimbledon elleni mérkőzésünkbe. És itt is vagyunk egy jó kis esős mérkőzésen, és ahogy láthatjátok, ez is egy idegenbeli mérkőzés, úgyhogy a mai részben kettő vendégmeccs, illetve egy hazai vár ránk, ugye egyet már le is játszottunk. A Wimbledon ellen sose könnyű játszani. Ezt már tapasztalhattuk, megmondom őszintén, már nem emlékszek, hogy mi volt az eredmény az előző meccsen, de Akinfenve játszik, és ez nekünk sosem jelent jót. És ott nincsen lesen Hobán. Viszont ez még jó. Ez még nagyon jó. Be a kapuba, úgy van, nagyon jó. Hilton? Ki a tízes? Már elfelejtettem, olyan régen volt karriermód rész. Ez Hilton lesz tutira. Így is van. 1-0-ra vezetünk. Hát az ott egy érdekes védői megoldás volt, Hilton pedig bepasszolt a kapuba. Örülünk neki igazából, egy gól mindig jól jön, főleg idegenben, és főleg egy jó csapat ellen. Na, mit csináljunk? Ruffles. Ez jó. Az nagyon jó, McDonald, 2? Nem, nagyot védett a kapus sajnos. Pedig nagyon szép lehetőség lett volna, vagyis hát az is volt. Csak ott volt rossz kapus, és gyönyörű szépen tudott hárítani. Jó a beadás, fej? 11-es, de mit védett amúgy a kapus? Neked meg milyen hajad van, Spori? Ha jó ronda vagy. Na nézzük, Patrick Hoban mit fog tudni csinálni. Az 2-0. Ennyi. Gyönyörű szép gól. Én azt mondom, hogy bebiztosítottuk a győzelmünket. 2-0, hát még 18 perc van mondjuk vissza a mérkőzésből. Beállunk buszparkolásba, aztán csá. Az igen, McDonald. És mit szedett a kapus már megint? Tud ez védeni, csak szerencsétlen volt kétszer. Ez se volt egy rossz lövés. És a védés még szebb. És itt a vége a mérkőzésnek. 2-0-ra tudtunk diadalmaskodni, ezzel pedig újból 3 pontot tudtunk szerezni, ami már valljuk be nagyon kellett, ugyanis az előző részben, ha jól tudom, nem nagyon szereztünk pontokat. Úgyhogy érett már ez a győzelem. Most pedig következik a következő mérkőzés. Hú, ki gondolta volna, Simon? Tehát a következő kupamérkőzés, méghozzá Swansea City csapata ellen. Mit szólnátok egy leszálló ágban lévő, de még mindig eléggé jó védőhöz, srácok? Én azt mondom, hogy megtehetjük. Kolo Touré 34 éves, igazából még egy vagy két szezon van benne szerintem. A védelmünket pedig hát miért ne erősíthetnénk meg? Én azt mondom, 60 ezerért biztos, hogy nem fog eljönni. Úgyhogy 90-et ajánlunk neki, és természetesen most csak egy évre. Megnézzük, hogy mit fog válaszolni az öreg. Mindenféleképpen jó lenne egy erősítés itt a védelmünkbe. Nem azért, mert gyenge,
Csak azért, mert ha megtehetjük, akkor miért ne tennénk meg. Közben itt nézelődök, hogy mi van. Hát Valencia még azért nem nagyon kell. Olyan játékosokat keresek most éppenséggel ebben a pillanatban, akik idősek és jók, és el tudnának jönni a csapatba. Tomás Rosicki nem kell, illetve John Terry sem. Na mindegy, úgyhogy átigazolódtunk. Ezt most jól megmondtam. Néztünk egy újabb játékost, mondjuk így. Na, csapunk egy edzést itt a meccs előtt, és akkor belevágunk, és remélhetőleg meg is tudjuk ma nyerni. Kis fejlődés Madeiránál, sosem árt, sőt, mindig is használ. Fejlődünk ezerrel, fejlődgetünk. Megnézzük a dolgokat. Kolotturé, hát igen. Szerintem lehet, hogy még egy 100-asért sem fog eljönni. 20% esetleg. Meglátjuk. Na. Én viszont akkorra mondó vagyok, hogy adjunk neki 120 ezret. Duplázzunk egy kicsit a fizetésén, mert belefér. Figyelj, egy abszolút legenda. Én azt mondom, hogy tőlünk, ha visszavonul, akkor még jól is jár. Viszont akkor most, ebben a pillanatban el fogjuk kezdeni a sorsdöntő Swansea elleni mérkőzést, ahol ki fog derülni, hogy melyik csapat játszhatja majd a döntőt. Azt nem tudom, hogyha esetleg tovább jutunk, akkor ki lesz az ellenfelünk, de a meccs után kiderül, remélhetőleg sikeresen vesszük ezt az akadályt is. Itt is vagyunk, jelen pillanatban hazai pályán játszunk, első hazai meccsünk ebben az epizódban, és az utolsó is, Oxford United Swansea City, angol ligakupa, elődöntő, visszavágó mérkőzés. Illene megtartani ezt az 1-0-ás előnyünket, és valószínűleg a Manchester United gárdájával fogunk megküzdeni a kupáért, hogyha természetesen tovább jutunk, mert hát ez igazából egyáltalán nem biztos, hogy még tovább fogunk jutni. Pereira. Manchesterből érkezett hozzánk Andrés Pereira. Mi van, öcsém? Mi van? Mondjam. Szerintem gólt szereztünk. Egyből itt a 6. percben lenulláztuk a Swansea-t. Hát nem gondoltam volna. Óriási kapusiba volt, én legalábbis úgy gondolom, egy Pereira lövés. És a védés az oké, mert kétszer is védett, de az elején nagyon gázul. És ebből lett igazából a probléma szerintem. Minden esetre örülünk neki, ugyanis már 2-0 az előnyünk velük szemben. Viszont, hogyha 2-1-re kikapunk, akkor kiesünk. Ó, de szépen elment a kettő között, és a fejes. Ez most akkor hogyan volt? Ez egy óriási szerencsés gól volt. Scars beadta. És egy újabb rohadt nagy védelmi hiba a Swansea részéről. A kapus az össze-vissza nyúlkált. Jó, mondjuk, hogyha nem fejeljük bele a védőbe, Rufival, akkor megfogta volna. De mivel belefejeltük, ezért nem fogta meg. 2-0. Hát úgy néz ki, hogy tovább jutottunk a kupából. Viszont óriási szerencsénk volt szerintem mind a három gólnál, amit szereztünk ellenük. Emnes, ő egy rohadt nagyot hibázott az előző mérkőzésen. Ha azt nem hagyja ki, akkor nem így alakul a dolog. De elrontottuk a csúszást. Beagyás. Jó, király Gabi Superman. Rufi. Bum! De rossz volt. Mindjárt lefújja a bíró a mérkőzést. Nagyon-nagyon rohadék módon játszok most. Már a 60. perctől kezdve. Tartogatjuk a labdát össze-vissza. Mert tovább akarok jutni. És ahhoz a labda birtoklás elengedhetetlen. És egy újabb remek megoldás a védelemtől. Viszont nem sikerült felszabadítani teljesen. Még mindig nem.
Viszont itt a vége a mérkőzésnek, ott vagyunk a Liga Kupa döntőjében, srácok. 3-0-ás összesítésben le tudtuk győzni a Swansea City csapatát. Nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna a szezon elején azt, hogy ez lehetséges lesz. De nagyon oda tették magukat a srácok, és szerencsénk is volt, és én is jól játszottam, úgyhogy meglett a továbbjutás, és ott vagyunk a döntőbe, és nyerhetünk egy kupát a szezon végén. Na, közben kaptunk 100 000 pénzt, egy squat izét, játékos, megfigyelős, cuccost, aki szokása szerint eléggé gyenge játékosokat hozott sajnos, de hát mindegy, ez van, kik ezek amúgy tök szarok. El is utasítjuk az összeset. És Kolo Touré pedig elfogadta a dupla fizetést, úgyhogy én azt mondom, hogy welcome to the club. Kolo, nagyon jó, ennek örülünk, bebiztosítottuk a védelmünket a következő szezonra. Én legalábbis úgy gondolom. Közben itt még egy kis update cucc. Hugo Madrazo nem lesz rossz annyira, de még nem is jó. Nem kell lesz. Te sem. Te viszont maradhatsz. Én azt mondom. Középpályás, de jó lesz ez. Na nézzük, hogy kiket hozott nekünk. A felderítő. Hát ezek olyan játékosok, akikre megint nincsen szükségünk. Ez a McLeod gyerek, ez sok gólt lő, de már öreg is, meg kicsit gyenge is szegény, úgyhogy kihagyjuk. Közben itt elnézést, hogy itt össze-vissza mozgolódok, de ez tök jól esik most. Ilyen az élet. Na, viszont srácok, ennyi lett volna a mai rész, én azt mondom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna ezt meg. Én köszönöm a figyelmet, szevasztok!